Ez az anyám, Gárdonyi Ilona. 1899-ben született Budapesten. Elég nagy családból jött. A 20-as években alsó középosztálybelinek számítottak, bár két bátyja is orvos lett. Anyám gépírónőként dolgozott egy irodában. Ez itt a személyie. Ebben az irodában dolgozott egy nagyon vékony, félénk fiatal ember is, akit Kinszky Imrének hívtak. Mivel túl félénk volt ahhoz, hogy bármit is mondjon anyámnak, írt egy kis cetlit neki, azt papírrepülőbe hajtogatta, és az asztalára repítette. Ez állt benne. Találkozhatnánk munka után. Nos, találkoztak is. De apám családja teljesen oda volt. Hogy vehetsz el egy ilyen szegény lányt? Még ki is rugatták anyámat az irodából. De mivel tényleg nagyon jól gépelt, már másnap volt új munkája. Amikor Kinszky Imre megtudta, hogy mit tett a családja, elment Gárdonyi Ilona új munkahelyére, és ott rögtön megkérte a kezét. Majdnem 20 évük volt együtt. Két gyerekük lett. Gábor és én. És apám jó úton volt ahhoz, hogy Magyarország egyik nagy, modern fotóművésze legyen. De a történelem tragikusan közbeszólt. Nem tért vissza a háborúból. Más magyar zsidó családokhoz hasonlóan Judit családja is elmondhatatlan borzalmakon ment keresztül a holokauszt alatt. Édesapját, Imrét munkaszolgálatra vitték. Először Magyarországon szolgált, majd kivitték Németországba. Gábort 18 évesen Buchenwaldba deportálták. Judit és édesanyja pedig a budapesti gettóban élte túl a szörnyű megpróbáltatásokat. Amikor a harcok befejeződtek, anyám és én minden nap kimentünk az állomásra és vártuk Gábort meg apámat. Gábor egy barátja mesélte el nekünk, hogyan gyilkolták meg Buchenwaldban. Egy nap találkoztunk egy férfival, aki azt mondta, hogy apámmal együtt volt egy halálmenetben. Mivel azt nem mondta, hogy látta volna, amikor apámat megölték, anyám soha nem adta fel a reményt. Sokáig kijártunk még az állomásra, és vártuk, hogy apám hazajöjjön.